Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Önkormányzati választás. A megyeszékhelyen többségben az Éjjel Szekszárd, Dombóváron a Fidesz nyert. Falugazdász iroda több mint 2400 mezőgazdász munkáját teszik könnyebbé. Évforduló, 30 éve Szekszárdon indult a szociális munkás képzés Magyarországon. Felvidéki bál, közel 100-an táncolnak a Vártaszéki Egyesületben. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Tolna megye minden településén rendben zajlottak az önkormányzati választások vasárnap. A részvételi arány ugyanúgy, mint 5 évvel ezelőtt, most is magasabb volt az országos átlagnál. A megyeszékhely közgyűlésében az ellenzéki Éjjel-Szekszárd Egyesület került többségbe, Dombóváron pedig a Fidesz-KDNP tarolt. A választásra jogosult 184.134 főből 78.364-en mentek el szavazni vasárnap Tolna megyében. Ez 49,79%-os részvételi arányt jelent, ami magasabb az országos 48,58%-nál. Szekszárdon 12.932-en adták le a voksukat, ez valamivel alacsonyabb részvételi arány, mint az országos átlag. A város polgármesterének újra a Fidesz-KDNP színeiben induló, a települést már 5. éve vezető Ács Rezsőt választották, rá 6.353-an voksoltak, míg Bomba Gáborra, az Éjjel-Szekszárd Egyesület jelöltjére 6.055-en, Ótós Attilára, a Mi Hazánk jelöltjére pedig 357-en. A szekszárdi képviselőtestületbe a Fidesz-KDNP 6, az Éjjel-Szekszárd Egyesület pedig 8 képviselőt küldhet, így a Fidesz elvesztette többségét a közgyűlésben. Bomba Gábor a Facebook oldalán vasárnap este gratulált ellenfelének, egyben azt írta, hogy az Éjjel-Szekszárd Egyesület képviselői egy frakciót fognak alkotni, amiben ő frakcióvezetőként vesz majd részt, és azon lesznek, hogy teljes kontroll gyakoroljanak a polgármester felett. Ács Rezső szintén a Facebookon köszönte meg a szekszárdiak bizalmát. Azt írta, nem lesz könnyű az elkövetkező időszak, de bízik benne, hogy ki tudnak alakítani valamiféle együttműködést a város további fejlődése érdekében. Dombóváron a szavazók 52%-a járult az urnákhoz. Minden egyéni választókörzetet a Fidesz-KDNP nyert. Emellett új polgármestere lesz a következő 5 esztendőre a városnak, Pintér Szilárd személyében, aki a szavazatok 61,55%-át nyert el. Azt mondta, ő maga sem gondolta, hogy ilyen arányú győzelme lehet. Számukra is meglepő ez a fölényes győzelem, de azt gondolom, hogy az a munka, amit elvégeztünk, és az a változás, való igény, amit szerettek volna a dombováriak, azt gondolom az eredmény ezt tükrözi vissza. Pakson a szavazásra jogosultak 45,9%-a adta le a voksát, ami 7019 főt jelent. A képviselőtestület tagjai 4-4 arányban osztanak meg a Fidesz-KDNP és a Paksi Deák Ferenc Egyesület képviselői között. Örömmel folytatom a 2 éve megkezdett munkát, de a legelső szó a köszöneté a paksi választóknak, akik bizalmat szavaztak a következő 5 évre, mondta az újra választott polgármester Szabó Péter, aki az együttműködésre törekszik majd. Szeretném megköszönni tényleg azt, hogy bíznak bennem, bíznak bennünk, úgyhogy, és ezt a bizalmat, ezt én azt gondolom, hogy erre rá is fogunk szolgálni. Mindenféleképpen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elkövetkezendő 5 év is egy sikertörténet legyen. Bonyhádon 46,7%-os részvételi arány mellett a Fidesz-KDNP nyert el az összes egyéni mandátumot. A szavazók újabb 5 esztendőre Filóné Ferenc Ibolyának szavaztak bizalmat. A második ciklusát kezdő polgármester a szavazatok 53,58%-át nyert el. Elsőként köszönöm mindazoknak, akik részt vettek a mai szavazáson, éltek állampolgári jogukkal, és elmentek szavazni ma Bonyhádon, akár a pártokra, akár az egyéni képviselőkre, akár a polgármesterekre, bárkire. Örülök, hogy majdnem ugyanazon a csapattal tudjuk folytatni azt az 5 éves ciklust, amit az előző 5 évben megkezdtünk. Bízom abban, hogy támogatnak továbbra is a bonyhádiak, mi pedig minden nap megteszünk azért, hogy tovább fejlődhessen a városunk. Tolnán kifejezetten szoros volt a polgármester választás. Appelszoffer Ágnes, a Fidesz-KDNP jelöltje végül 1566 szavazatot kapott, míg a függetlenként induló Balogh Zoltán 1521-et. A szintén független Hajdú Sándorra pedig 358-an voksoltak.
Én rosszabb véleményt kaptam, mint amire számítottam. Ez nyilván egy tanulság az én számomra és a képviselőtestület számára is. Sikerem minden tolnai és mözsi választópolgárnak, hogy igyekszem még sokkal jobban figyelembe venni az ő kéréseiket. Tolnán a 11 tagú képviselőtestületben a Fidesz-KDNP jelöltjei vannak többségben. Bár a széken a szavazatok több mint 63%-át megszerezve ismét Bozsolik Róbertet választották polgármesternek, a kormánypártok színeiben induló Tölgyesi Márkot előzte meg a szavazáson. A mártaszékiek valóban értékelték azt a munkát, amit az elmúlt 5 esztendőben értük, illetve városunkért végeztünk, és higgadtan, nyugodtan végig gondolták, hogy az ő döntésük, annak milyen hatása lesz az elkövetkező esztendőre, és ennek megfelelően döntöttek. Bártaszéken a képviselőtestületbe 4 független és 4 Fidesz-KDNP-s jelölt jutott be. Tolna megyében a szavazatok 58,48%-át szerezte meg a Fidesz-KDNP, ezzel 10 mandátumot szereztek a pártszövetség jelöltjei a megyei közgyűlésben. A DK 11%-a 2 mandátumot ér, míg a Momentumnak, a Jobbiknak és az MSZP-nek 1-1 képviselője került a megyei testületbe. A megyei közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás azt mondta, az elmúlt 5 esztendő munkája tükröződik a választás eredményében. A Tolna megyei emberek úgy érzem, hogy segítettek nekünk, és jól pozitív értékelték az elvégzett munkánkat. Potápi Árpád János, a Fidesz Tolna megyei elnöke, azt mondta, örül, hogy sokan az urnák elé járultak Tolna megyében. Az is fontos, hogy nyertünk Bonyhádon, nyertünk Tolnán, nyertünk Tamásiban, tehát hozzuk a városokat, hozzuk a megyét. Remélem, hogy az a fejlődés, ami eddig jellemezte Tolna megyét, eddig is jellemző lesz ránk. Rendkívüli eseményből csupán egy történt Tolna megyében. Nagy Dorogon egy férfi megpróbált kimenni a szavazólappal a szavazóhelyiségből, majd összetépte a papírt. Az incidens csak néhány percre akasztotta meg a szavazást. A vasárnap megtartott önkormányzati választása második volt, amit már az alaptörvény szerint tartottak meg. Döntetlen lett a polgármester választás eredménye Gyulajon, a 3-ból 2 jelölt ugyanis ugyanannyi szavazatot kapott vasárnap. A szabályok szerint ilyenkor először újra számolják a voksokat, majd ha ismét egyenlő lesz az állás, akkor időközi választást kell tartani. 5 megsérültek egy balesetben szombaton délután Zomba határában, miután egy traktort vezető férfi nem adott elsőbséget egy kanyarban. A munkagép ezért egy kis busznak ütközött, ami felborult. A buszban 5 utaztak, mindannyian megsérültek. Az elsődleges orvosi vélemény szerint mindannyian könnyebben. Felújított falugazdász irodát adtak át Szekszárdon. Az irodában több mint 2400 gazdálkodó tudja például az őstermelői igazolvánnyal vagy a területalapú támogatással kapcsolatos ügyeit intézni. Tágas terek, új bútorok, ilyen látvány fogadja a most átadott szekszárdi központi falugazdász irodába érkezőket. Az irodához közel 2400 gazdálkodó tartozik. Az itt dolgozó szakemberek nekik tudnak segítséget nyújtani, legyen szó az őstermelő igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésről, vagy például a területalapú támogatásokról. A segítséget pedig sokan is veszik igénybe. Az egységes területalapú kérelmeknek a beadását is ők koordinálják, itt az 5300 körüli kérelemből 3800 ment be az idei évben falugazdász kolléga közreműködésével, úgyhogy ez a gazdálkodóknak a 70%-át jelenti, és hát különböző hatósági feladataik is vannak. Ács Rezső Szekszárd polgármestere a falugazdász iroda átadóján azt mondta, hogy az agrárkamara és a helyi önkormányzat között az elmúlt években kiváló kapcsolat alakult ki. Az Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei szervezete, illetve a város önkormányzata között azért alakult kezdve jó kapcsolatban, egy személyes jó viszony közöttünk, én azt gondolom, illetve olyan szakmai kezdeményezéseket indított útjára maga a kamara is, amelyet mindenféleképpen tudtunk támogatni. Közösek a céljaink, hiszen azt szeretnénk elérni, hogy az ebben az ágazatban élők és tevékenykedők minél jobb feltételeket kapjanak. A falugazdász iroda munkatársai az Agrárkamara Kesejisi úti épületében várják az ügyfeleket. A mostani piaci feltételek mellett 10%-ot meghaladó éves hozam is elérhető befektetési célú, hosszú távú kiadásra szánt ingatlan vásárlásával derül ki egy kutatásból. Budapesten átlagosan 8%, vidéki nagyvárosokban pedig 9% az átlaghozam egy használt ingatlan kiadásán. A használt lakásokkal elérhető hozamok lényegesen meghaladják az új lakások hozamait, utóbbiak 5 és 8% között mozognak Budapesten. A lakásárak 2014 eleje óta folyamatosan
folyamatosan emelkednek. 2019 első negyedéve alapján ebben nem látszott törés, és egy negyedév alatt is több százaléknyi hozamot realizálhattak a lakástulajdonosok. 1989-ben az országban elsőként Szekszárdon indult nappali tagozaton főiskolai szintű szociális munkásképzés. Ennek 30. évfordulóját ünnepelték a helyi kultúratudományi, pedagógus képző és vidékfejlesztési karon. A szakmai konferencia és találkozó a visszatekintés mellett a jelen és a jövő kérdéseiről is szólt. 30 éves a szociális munkásképzés Szekszárdon és az országban is, mivel ez a szak főiskolai szinten itt indult először 1989-ben, az első 20 hallgató 1993-ban vehette át a diplomáját és helyezkedhetett el a szociális szférában. Azóta közel 2000-en végeztek az intézményben ezen a szakon. Nem csak a diplomák számmal jelzi ennek a képzésnek az eredményességét, hanem az is, hogy Tolna megye, Baranya megye, Bács-Kiskun, Fejér megye ellátó rendszereiben a mi hallgatóink vannak ott, akik a kezdetektől a mai napig a szociális ellátások területén a mindennapokban és a fejlesztésekben is jelen voltak. Az egykori alapítók, a képzésben oktatók, a korábbi és jelenlegi hallgatók szakmai konferenciával ünnepelték a kerek évfordulót Szekszárdon a kultúratudományi pedagógus képzés vidékfejlesztési karon. A találkozó a visszatekintés mellett a jelen aktualitásairól is szólt. A szociális szakma nem egy sikerszakma ma. Mondani lehet ezt, és a képzésbe való bekerülés feltételei sem könnyebbek, mint mondjuk egy pedagógiai vagy egy mérnöki területre. Mára ez a terület is hiányszakmának mondható, a szakemberek a megoldást a képzésfejlesztésben látják. A jubileumi ünnepségen elmondták, mesterképzést terveznek indítani az intézményben szociális területen. 6. alkalommal szerveztek felvidéki bált Bátaszéken. A szórakozás mellett a Felvidék Néptánc Egyesület munkáját is támogatták azok a résztvevők, akik jegyet vásároltak. A fennállásának 20. évfordulóját jövőre ünneplő Néptánc Egyesületben jelenleg 4 korcsoportban közel 100-an táncolnak. Zörönyi Dávid vasvári táncával vette kezdetét a 6. felvidéki bál Bátaszéken. Ezt már előadtam több helyen is, mert tavaly márciusban ezzel a tánccal nyertem meg egy kiemelt aranyminősítést egy szóló táncversenyen. A Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület által szervezett bál egyben szponzorbál is, ugyanis a szórakozás mellett az Egyesület munkáját is támogatták azok a résztvevők, akik jegyet vásároltak. Általában viseletekre, úti költségre szoktuk, illetve az egyéb más rendezvényeinkre, ugyanis jövőre lesz 20 éves az Egyesület, tehát lesz helye a pénznek, ami összegyűlik, mert jövőre több, nagyobb rendezvényt szeretnénk szervezni, hogy méltóképpen megünnepeljük a 20 éves fennállásunkat. Az Egyesület tagjai szakmai munkájukban a hitelességre törekednek, ezért felvidéki szakemberek segítségét rendszeresen igénybe veszik a táncpróbákon. 4 korcsoportban közel 100 tagja van az Egyesületnek. Regionális híreink következnek. Ellenzéki győzelem, többséget szerzett a Mindenki Pécsért Egyesület az önkormányzatban. Október végén alakulhat meg a német önkormányzat, az elnök elégedett a választás eredményével. Elkészült a pályázat, a kultúra után Európa zöld fővárosa lenne Pécs. Polgármesteri poszt és a képviselői helyek többsége, ezeket nyerte meg a Mindenki Pécsért Egyesület vasárnap este. A testületben összesen 17 mandátumot szereztek a 25-ből. Péterfi Attila 27.622 szavazattal elnyerte a városvezetői széket. Mint mondta, első dolguk az elszámoltatás lesz. Ki kell deríteniük, mi okozta a város sok milliárdos adósságát. Érkeznek a győztesek Pécsett vasárnap éjszaka. A Mindenki Pécsért Egyesület adja a polgármestert, valamint a közgyűlési többséget. Így döntöttek a választók az önkormányzati voksoláson. Az önkormányzati választásokat megnyertük, mégpedig nagyon nagy arányban megnyertük. Polgármesteri jelöltünk győzött, Péterfi Attila, és a jelenlegi tudásunk szerint a 18 helyből
16-ot mi nyertünk, a jelöltét nyertek meg. Ez egy igen-igen figyelemre méltó, ez egy igen-igen jó eredmény. A 16 egyéni kerület mellett még listáról bekerült Kunstmárta, így 17 képviselővel kezdi meg munkáját az új testület. Valamint új polgármesterrel, aki azt is elárulta, mivel indítják tevékenységüket az új ciklusban. Gondolom minden pécsit érdekel, hogy a 10 és 20 milliárd forint közötti adósság az végülis hogy keletkezett meg, kik felelnek ezért, milyen ügyletek mentén tudott ez megkeletkezni, ez az adósság. Úgyhogy az első, amit rögtön elkezdünk, az konkrétan ezeknek az ügyleteknek a hátterének kivizsgálása. Tehát magyarán egyfajta elszámoltatással kezdünk, amit persze időben limitáltan akarunk végrehajtani, hogy Pécs ne arról szóljon, hogy folyamatosan a múltat nyomozzuk, hanem inkább kezdjünk el építkezni, és kezdjünk a jövőbe tekinteni, de az elszámoltatásnak el kell jönnie. Azt is elmondták az eredmények ismeretében, hogy a kampány során kiderült, tudnak együtt dolgozni az egyesület tagjai. Így nem kell tartani attól, szétesik különböző politikai csoportokra a frakciójuk. A Mindenki Pécsért vezetői végül megköszönték a bizalmat a választóknak, akik, mint mondták, a változásra szavaztak. Nem tudta megszerezni a polgármesteri széket, valamint a közgyűlési többséget sem a Fidesz-KDNP ÖPE választási szövetség Pécsen. Vasárnap kiderült, a szavazók csak 7 képviselőjüket juttatták be a testületbe, a polgármester jelöltjük pedig 12%-kal kapott kevesebb voksot, mint a győztes. Kevés ember és visszafogott hangulat a Fidesz-KDNP ÖPE eredményváróján Pécset vasárnap éjszaka. Nem volt ok az örömre, alul maradt az önkormányzati választáson a szövetség polgármester jelöltje Vári Attila. Az 5 évvel ezelőtti önkormányzati választásokhoz képest 4000 szavazattal kaptam többet, mint az előző választás győztese Páva Zsolt. Én erre nagyon büszke vagyok, hiszen rengeteg pécsi tisztelt meg a bizalmával, és nagyon sok szeretetet kaptam. Viszont a életben, a sportban megtanultam két fontos dolgot, hogy a győzelmet és a vereséget is méltóképpen kell viselni. Vári Attila megköszönte stábjának, hogy segítette a kampányát, majd gratulált a győztesnek, Péterfi Attilának. A Fidesz városi elnöke is gratulált a győzteseknek. Ugyanakkor a választás eredményét tiszteletben tartjuk, és miközben gratulációmat fejezem ki a győzteseknek, amellett szeretném jelezni azt is, hogy a hétfői naptól, ha kell, minden nap emlékeztetni fogjuk őket az ígéreteikre. Mi azért fogunk dolgozni napról napra, hónapról hónapra, hogy valóban Pécs legyen a sikerváros. Vári Attila 6303 szavazattal kapott kevesebbet Péterfi Attilánál. A pécsi választók 43,63%-a járult az urnák elé vasárnap. A polgármester mellett a városi képviselőket is megválasztották. A Mindenki Pécsért Egyesület szerezte meg a többséget a képviselőtestületben 17 mandátummal. A Fidesz-KDNP ÖPE szövetségnek 7 önkormányzati képviselője lesz, valamint egy LMP-s politikus. A polgármester jelöltként induló Kóbor József került még be listáról. Sikeres választást tudhatnak maguk mögött, mondta Englenderné Hock Ibolya a német nemzetiségi választások után. Az országos önkormányzat elnöke kiemelte, a magyarországi németek legmagasabb döntéshozó testülete alakuló ülésén, amelyre várhatóan október 28-án kerülhet sor, a közgyűlési tagok saját soraikból választanak elnököt, alelnököt és további tisztségviselőket. Hozzátette, bár végleges adatok még nincsenek, úgy tűnik, mind a 406 településen megalakulhat a német nemzetiségi önkormányzat. Englenderné Hock Ibolya az 5000 körüli érvénytelen szavazatszámot igen magasnak tartja, de többnyire pozitívan értékelte a választásokat. Közel 55 000 a regisztráltunk száma, és közülük 74%-os volt a részvétel. Én ezt egy magas részvételi aránynak tekintem, ez körülbelül 4%-kal több, mint az 5 évvel ezelőtti.
Amit talán még pozitívumként mondanék, az az, hogy egyetlen listával indultunk, egy egységes listával, tehát mi úgy tudtuk mozgósítani az önkormányzati képviselőket itt az elmúlt hónapokban, hogy egy jelölőszervezet egy egységes listát állított. Pécsett az elmúlt években számos olyan környezetvédelmi beruházás valósult meg, melyek érdemessé teszik az Európa Zöld Fővárosa cím elnyerésére. Ez olvasható annak a honlapnak a nyitó oldalán, ami péntektől látogatható. Elkészült a pécsi pályázat, amit beadnak az Európai Bizottsághoz. Ebben olyan vállalásokat tesz az önkormányzat, amikkel reményeik szerint elnyerhetik a címet. Pécs Európa Zöld Fővárosa, miért pont Pécs? Erre a kérdésre ad válaszokat, mutatja be a Baranyai megyeszékhelyet. Ez a péntektől látogatható weboldal. Ez pedig az a közel 200 oldalas pályázat, amit hétfőn ad be az önkormányzat az Európai Bizottsághoz, hogy elnyerje a kontinens Zöld Fővárosa címét. 3 hónapon keresztül dolgoztak rajta tucatnyian. A közgyűlés elfogadta a pályázat benyújtását, ez meg is fog történni a napokban. És elkészült az a kis bemutató film is, amit üzenetként fontosnak tartunk a várossal kapcsolatban. Nevesül, hogy bár az épített és kulturális örökségünk is gazdag és nagyon fontos számukra, de ne felejtsük el, hogy ennél még korábban volt a természeti kincs, természeti örökségünk. Ha minden igaz, 8 millió évvel ezelőtt született a mecsek. Napelempark épült Pécsen, jövőre 10 elektromos busz áll forgalomba. Tüskésrét rekreációs terület lett. Többek között ezek valósultak meg az elmúlt időszakban, amik a cím elnyerését szolgálják, mondja Kővári. De itt nem áll meg a város. Ez az útnak a fele egyharmada, és 2022-re, amire reménységünk szerint elnyerhetjük ezt a címet, addigra szeretnénk még jelentősen előrelépni. Az a cél, hogy 2030-ig nulla emissziósá tegyük a várost, azaz az emissziós egyenlegünk nulla legyen, tehát jelentős zöld felületnövelés és jelentős széndioxid kibocsátás csökkentést kell addigra elérnünk. Pénteken mutatták be a sajtó munkatársainak az elkészült tanulmányt. Kisfilmet is készítettek, mint minden másik pályázó város. A legjobb 4 között ez alapján döntenek majd az Európai Bizottságban a Zöld Fővárosi címről. Várhatóan 12-15 város pályázik, pontos számot nem tudnak még, ez a jövő hétfőn derül ki. A nyertes pedig tavasszal hirdetik ki. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Önkormányzati választás, a megyeszékhelyen többségben az Éjjel-Szekszárd, Dombóváron a Fidesz nyert. Falugazdász iroda több mint 2400 mezőgazdász munkáját teszik könnyebbé. Évforduló, 30 éve Szekszárdon indult a szociális munkás képzés Magyarországon. Felvidéki bál, közel 100-an táncolnak a Váltaszéki Egyesületben. Kedden a ködös, hűvös reggeli órákat követően délután az évszakos átlagnál több fokkal enyhébb lesz a levegő, eső nem várható. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, viszontlátásra!